idény meglepetés csapata a válogatott szünetben edzőváltáson átesett Kisvárda látogat az utóbbi időben egyre jobb és pont erősebb formába lendülő újonc Gyirmót FC Győr otthonába. Van szerencsére követendő magyar példa, és itt pedig van egy kipattanó labda Bumba gól helyzetben. Bumba, nagyon nagy terület van előtte egyelőre, azonban létszámfölényben a védők, sprintelnek föl a piros mezesek is, és ez pedig büntető. Szegi Vince, pont akit az imént megdicsértem, úgy csúszik be, hogy 11-es lesz belőle, amit majd Bumba fog lőni. Gond nélkül belövi, Hársfalvi a jobb oldalra mozdult, megszerzi a vezetést a Kisvárda. Fölnéz, mert többen is érkeznek bent második hullámban, egyelőre azonban nem befelé passzol, most igen, jön a labda. Ott a csúsztatás a hosszú oldal felé, óriási lehetőség maradt most ki. A hosszúra! Nem volt ez veszélytelen, bizony-bizony. Megyes. Lencse, bent a 16-oson belül, és tovább tudta tenni Simonnak, aki el is lőtte, de nincsen gól. A kipattanó Assanié. És tovább tudják hozni, Assani előtt ott a lehetőség még. Négyen kísérik bent az akciót Kisvárdai oldalról. És itt le lehet zárni a meccset, egy óriási kapufa. Varga Barnabás tovább, Lencse gól helyzetben, és óriásit véd Dombó. Gyirmóti szöglet a 92. percben. A rövid sarok felé megcsúsztatja Simon, ott pattog a labda a gólvonalról, és bent van! A 92. percben Ikics góljával szépít a Gyirmót. Ugye Simont megint meg tudom dicsérni, aki tovább csúsztatta el a labdát, de ott tikitakizott bent a védők között, ugye ez itt Simon csúsztatása, ott még kirúgják, jön vissza a fejes, amit egyébként Szegi Vince adott tulajdonképpen gólpassz gyanánt, és abba tudott belestukkolni még Ikics.